December 21-től már a felvi.hu-n látható a felsőoktatási intézmények képzési kínálata. A felvételi tájékoztatóban a Nyíregyházi Egyetem szeptemberben induló képzéseit is megtalálhatják, akik februárban az egyetemet jelölik meg a jelentkezési lapon. Az intézmény 19 szakot hirdet alapképzésben felhívják a figyelmet arra, hogy az óvodapedagógus, a közösségszervező és a hivatásos repülőgép vezető szakok most még nem láthatók a tájékoztatóban, csak a január 31-i pótkötetben jelennek meg, ugyanis ebből kettőt már decemberben akreditáltak. Az óvoda pedagógus az, az nagyon várt és nagyon régen óhajtott szak, és hát nagyon bízom a közösségszervezőben is, hiszen ez a kulturális területnek nem volt felsőfokú képzése, és ennek van olyan szakiránya az ifjúság segítő például, ami csak mi kaptuk meg az országban egyedül. Tavaly 1400 első évest vettek fel a Nyíregyházi Egyetemre szeretnék, ha növekedne a hallgatók száma az intézményben szeptembertől. A gazdálkodás és menedzsment a mérnöki szakokon már duális képzésben tanulhatnak a hallgatók. Az egyetemen egyébként azt tapasztalják, hogy egyre több a 30 év feletti diplomás. Egyrészt a mesterképzéseken főként 30 év felettiek végeznek, másrészt az első diplomát szerzők, ha nincs nyelvvizsgáljuk az abszolutórium után, csak pár évvel késő veszik át diplomájukat, ha sikeresen nyelvvizsgáztak. Sok esetben viszont a diploma és a nyelvvizsga is kevés egy jó álláshoz. A közvetítők azt tapasztalják, hogy az aktív idegen nyelvtudást kérik inkább a munkáltatók. Mi javarészt autóipari beszállítókkal dolgozunk, vagy elektronikai gyártó cégekkel, Szabolcs megy hogy az optikai gyártócégekkel, és általában mérnöki kereséseink vannak, valamint beszerző logisztika és minden, ami ugye a termeléshez köthető. A munkerő a cégek mindinkább keresik a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőket, csak ebben a megyében évente 50-60 főkap állást egy-két idegen nyelv tudással, felsőfokú végzettséggel.